Lezárult a növekedési hitelprogram harmadik szakasza, Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe 150 milliárd forint került, a hiteleket beruházásokhoz, tevékenységbővítéshez kérték a vállalkozások. A hitelprogram végére az északalföldi régióban a korábbi 11 helyett 16%-ra nőtt a KKV-k hitelállománya. Az összesített adatok szerint 2016 eleje óta 685 milliárd forint összegben nyújtottak a bankok finanszírozást a hazai mikro, kis és közepes vállalkozásoknak. Ezzel a 700 milliárd forint keretösszeg 98%-át felhasználták, adta hírül a Magyar Nemzeti Bank. A növekedési hitelprogram három szakaszában együttesen mintegy 2800 milliárd forintnyi kedvező hitelt sikerült kihelyezniük a bankoknak. A harmadik szakasz 700 milliárd forintos keretösszegének mintegy 98%-a felhasználásra került, és ezzel együtt az NHP összes szakaszában az elmúlt években közel 40 ezer vállalkozás jutott finanszírozáshoz. 2800 milliárd forint összegben, ez egy nagyon nagy szám, nagyon sok beruházás valósult meg a programnak köszönhetően, és bekövetkezett a KKV hitelezésben is egy fordulat. A hitelezési fordulat 2%-pontot jelentett 2013 és 2016 között. A növekedési hitelprogramnak már az első szakaszában sikerült elérni a rövidtávú célt, a hitelpiaci korlátok enyhítését, a vállalkozások könnyebb hitelhez jutását. Ami konkrétan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye részesedését illeti, közel 150 milliárd forint hitel került ebbe a megyébe az NHP egészében. És a program segítette a regionális koncentrációnak a csökkenését is, tehát például még az Észak-Alföld régióba a program elindítása előtt, tehát 2013 második negyedévében a hiteleknek csak a 11%-a volt jelen, addig a program egészében 16% került Észak-Alföld régióba. 2013 után már inkább a hangsúly az új hitelekre tevődött át. A beruházási hitelekért álltak sorba a vállalatok, vállalkozások, a tevékenységeiket bővítették. A pénzintézetek szívesen fogadták a programot, hiszen számukra is kedvező hitelkihelyezési feltételeket diktált. A Nemzeti Bank a kereskedelmi bankok részére 0%-on, tehát ingyen adott refinanszírozást, ezt a bankok legfeljebb 2,5%-os kamatfelár mellett adhatták tovább a hazai KKV-knak, tehát ez egy nagyon kedvező kamatszintet jelent, és fix kamat, tehát ez azt jelenti, hogy akár 10 éven keresztül ez ennyi marad és nem árazódik át. Ezeket a hiteleket a vállalkozások felhasználták beruházások finanszírozásához, akár leasing ügyletek formájában, tovább a forgóeszközt finanszírozhattak belőle, EU-s támogatások előfinanszírozására is lehetőség nyílt, és a program eleje felé később már csak korlátozottan korábbi hiteleiket is kiválthatták. 5-10%-os ütemben növekedhet a kis és közepes vállalkozások hitelállománya a következő években. A jegybank szerint a növekedési hitelprogram kivezetése után is gördülékenyen zajlik majd a piaci hitelezésre történő átállás. Mind az MNB, mind a hitelintézetek vélekedése szerint kedvezőek a kilátások. A Nemzeti Bank előrejelzése alapján idén is a kívánatosnak tartott 5-10%-os ütemben, tehát 5-10% közötti ütemben növekedhet a KKV hitelállomány. Fontos kiemelni, hogy ebben szerepet játszik a kedvező alacsony kamatszint az elmúlt években végrehajtott jegybanki kamatcsökkentések eredményeképp, tehát ma már piaci alapon is nagyon kedvező feltételek mellett vehetnek fel hitelt a vállalkozások. Emellett továbbra is tart a Nemzeti Bank piaci hitelprogramja, amely azt hivatott ösztönözni, hogy minél inkább újra teret nyerjen a piaci alapú hitelezés. És a hitelek mellett továbbra is rendelkezésre állnak, pontosabban még rendelkezésre állnak EU-s források a vállalkozások részére, tehát nyilván ezt is érdemes minél inkább kihasználniuk, amíg erre lehetőség nyílik. Ezek között vannak visszatérítendő és visszanemtérítendő támogatások is, illetve kombinált termékek, és szoktuk említeni még a garancia intézményeknek az egyre növekvő szerepét. Ezek az intézményi garantőrök abban játszhatnak szerepet, hogy a kockázatosabb vállalkozások, a kevésbé hitelképes vállalkozások is nagyobb mértékben jussanak finanszírozáshoz.